Főtisztelendő paptestvérek, kedves birmálkozók, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. A hagyomány szerint így kiáltott föl Kapisztrán János, akkorom még később lett szenté, 1456. július 22-én, amikor a nándorfehérvári küzdelem győzelemmel végződött. S ma is föld kiálthatunk a zsoltáros szavával, amikor 563 évvel később a szentté avatott Kapisztrán Szent János halál évfordulóján, mennyei születésnapján itt ünneplünk a templom tompai Kapisztrán Szent János templomban. A szentmise elején végzett orgona szentelés adja azt a hasonlatot, hogy ez a mai nap hasonlít valamiképpen az orgona működéséhez, mert amikor egy hangot lenyomunk, akkor több is megszólal megfelelő hangtávolsággal ugyanazon síp megnyomásakor. Hát, ahogy a plébános atya mondta az elején, itt több dolgot ünneplünk, búcsút, bérmálást, magát a szentet, orgona megáldást, templomvilágítást, egyszerre ennyiféle dologért adunk hálát, kérjük Isten kegyelmét, és ugyanakkor, miután egy nagy történelmi esemény szereplője volt Kapisztrán Szent János, azt is meg kell látnunk, ahogy mondani szokták, a történelem orgonáján maga az Isten játszik. Ezt tapasztaljuk meg mi magyarok, ha visszatekintünk arra az eseményre, 1456-ra, amely akkoron óriási jelentőségű volt, hiszen jó hosszú időre megakadályozta a török hódítást, és hát az az ünnep, vagy az a győzelem, mintha 500 év múlva újra fölé lett volna Kapisztrán Szent János lelke, eltöltötte volna a magyarságot 1956-ban, hiszen pontosan az ő halála napján robbant ki a magyar forradalom Budapesten. Azt megelőzőleg 22-én akkor először és jó sokára később adták elő a nándorfehérvári oratóriumot, amelynek szövegét a liturgikus professzor Radó Polikárp írta, és egyházmegyénknek ferences papja zenésítette meg, Tamási Alajos. Az az ünnep, az az esemény most már szabadon ünnepelhető, és levonhatjuk a tanulságokat belőle. És van egy másik nagy időszerűség is, hiszen ez a terület Hunyadi János birtoka volt már abban az időben is, amikor vívták a Nándorfehérvárnál a harcot, és akkori Magyarország határánál védték a töröktől az országot. Hát Tompa ugyanezt a feladatot kapja itt a kerítésével, hogy védi az illegális migráció betörésétől, amely ugyanúgy hozná az iszlám vallást, mint akkoron hozta 563 évvel ezelőtt. És hát maga Kapisztrán Szent János élete példája az örök mindannyiunk számára, mert a szentek azok nem egyszeri jelenségek csupán, ők a történelemben tovább élő Jézus Krisztusnak a tükrei. Ők akkor, ott azt tették, amit
Jézus Krisztus is elvállalt volna, tett volna helyükben. Mit mondhat egy mai birmálkozó számára egy ilyen aszketikus szent, mint ennek a templomnak a védőszentje, Kapisztrán Szent János? Mint tudjuk, ő nem szerzetesnek készült, bírónak, eljegyzett mennyasszonya volt, de börtönbe került, és az a megpróbáltatás megfordította az életét. A legszigorúbb ferences rend az obszervánsoknak lett a tagja, és miután kiváló szónok volt, megbízták őt, hogy hitvédő prédikációkkal védje a kereszténységet és terjessze a hitet. Az akkori idők a hitvédelmet inkvizíciónak nevezték. Ennek egy nagyon rossz csengése van a mai időkben. Valójában azt jelentette, hogy keresték a tév tanításokat, hogy hitünk ne akármiféle babonaságból vagy tév tanításokból, hanem igaz hittartalomból álljon. Erre ugyanolyan szükség van a mai időkben is, mint akkoron volt, hiszen ha meggondoljuk a mai embernek a világnézete, az nagyon konfúz lehetne mondani, mert az egy Isten hit helyett, Krisztus istensége helyett mindent hisznek az emberek. Beáramlott ide keletnek a hite, a babonaság, a misztika, a különböző ilyen keleti elméletek, de benne van a gender elmélet, sok minden más, amit az emberek hisznek, és újra meg újra fölbukkannak olyan hitek is, amelyek Jézus Krisztus személyét megkérdőjelezik, vagy egész tévesen állítják be. A birmálkozás szentsége, mely nagykorúvá teszi az egyházban az embereket, az éppen arra is való, hogy hitvallókká váljunk. Meg tudjuk védeni a mi hitünket, ha megkérdeznek bennünket. Azért tettetek vizsgát, hogy tudjátok, hogy mit hiszünk, és ha bárhol vagytok, legyen az iskola, vagy később munkahely, ha Jézus Krisztus személye, hitünk szóba kerül, akkor ne ijedjetek meg, ne bújjatok el, vagy ne mondjátok azt, hogy én ebben a kérdésben járatlan vagyok. Emlékszem rá, hogy egyik helyen járva, Bátán, több templom is volt, és kerestem a Szentvér templomot, és az egyik templomnál megálltam, amelynek tetején kereszt volt, abban a községben több ilyen keresztes templom volt is, hát nem tudtam, melyik a katolikus templom. A templom mellett egy fiatal ember pumpálta a versenybicikliét, és kérdezem tőle, hogy ez katolikus templom? Azt mondja, vallási kérdésekben nem vagyok kompetens. Ott lakott a templom mellett, de nem tudta, hogy milyen templom van a saját szomszédságába. Hát ide jutottunk. Régen a legegyszerűbb ember is tudta, hogy a faluban milyen templomok vannak. De hát mondhatnék egészen durva eseteket is. A bérmálás az bátor hitvallóvá akar benneteket a Szentlélek által tenni, hogy hiteteket megmerjétek vallani. És ugyanakkor Kapisztrán Szent Jánosról tudtuk azt, hogy nagy missziós volt. Az az isteni csoda, hogy nem értették a népek, hogy mit mond első hallásra, hiszen latinul prédikált. 12 fordítóval járta a világot. És még azon a fordításon keresztül is olyan erővel tudott szólni, hogy sokakat megtérített. A hitünkről hitvallást kell tenni. Ez a hónap, missziós hónap is.
Az Úr Jézus mondja, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Kedves bírmálkozó fiatalok, abban a világban, ahol a kereszténységnek sok támadója van, megkérdőjelezik egyáltalán, hogy van-e ránk szükség, bátran ki kell állnunk, és meg kell mondanunk, hogy igen, mi Krisztus hívők vagyunk. És miért hiszünk? A mai világnak egyik nagy baj az, hogy a jók gyávák, a gonoszak meg bátrak. És ez vonatkozik hitünk megvallására is. Azt hallottuk a Szent Leckéből, mondja Szent Pál, Krisztus szeretete sürget minket. Kapisztrán Szent János nagy mesterétől, Szent Berdánéltól vette azt a monogramot, amit sokszor mise ruhákon lehet látni, IHS. Jézus az emberek megváltója. A gyerekeknek szoktuk mondani, hogy Isten házába siess. Hát ez ilyen gyerekes fordítás, de Jézus Krisztus az emberek megváltója. Ezt jelenti ez a monogram. Még pajzsára is rátetette Kapisztrán Szent János. Nekünk azt a Krisztust kell hirdetnünk, aki az emberek megváltója. Sürget bennünket Krisztus szeretete, tanúságtevők legyünk. Kapisztrán Szent János az akkori papoknak írt egy könyvecskét. Az volt a cím, hogy a papság tükre. És hát elmondja, hogy milyennek kell lenni a papnak, és azt írja, hiába prédikál a pap, ha az élete nem olyan. Tehát az életével is tanúságot kell tennie. És ez ma is időszerű, és mindannyiotokra vonatkozik. Azt kérem, Szentlélek Úristentől, akinek kegyelmében részesültek, hogy megkapjátok ajándékait, Krisztus hű tanúivá váljatok, hű tanúi és hűséges tagjai legyetek az ő egyházának, melynek nagykorú tagjaivá váltatok. Ne kibírmálkozzatok, hanem megerősödjetek a hitben. És ez a megmaradás egész életetekre szóljon. Ez adjon életeteknek értelmet, itt a földön, odát pedig az üdvösséget. Amen. Kedves bírmálkozók, mielőtt megkapnátok a Szent Lelket, újítsátok meg a keresztény fogadást.